A fiatal egészséges szervezet sem tolerálja könnyen a kánikulát. Az idősek és a krónikus keringési betegségben szenvedők életét még inkább megnehezíti a forróság. Néhány nap után, amikor ilyen kánikula van, szép lassan elfogy a toleranciájuk, a tüneteik előjönnek, kiszáradnak, és a krónikus betegségeiknek a tünetei ilyenkor fellángolnak. Sokszor kiszáradás miatt érkeznek csak, de ugyanúgy mellkasi fájdalom miatt érkezhetnek szívbetegek, vagy fulladás miatt tüdőbetegek ugyanígy. Idős krónikus betegek hűvösbe tartózkodjanak ilyenkor lehetőleg, és sok folyadékot fogyasszanak. A hozzátartozók gyakrabban látogassák meg őket, ha látják, hogy már rosszabbul vannak, esetleg előbb bekerüljenek a kórházba, még könnyebb tünetekkel. A karcagi kórház sürgőségi osztályán 20-30%-kal nőtt a betegforgalom a hőség miatt. Ez azzal is jár, hogy a várakozási idő megnő, a betegek türelme véges, így az egészségügyi szakszemélyzet munkája is nehezebb. A tapasztalatok szerint azonban mindenki, aki a sürgőségire érkezik, türelemmel vár a sorsára, így a betegellátásban sincs fennakadás. Pedig a hirtelen rosszul létek miatt sorra érkeznek a betegek. Indultam van a busztal, és felálltam a padról, megszédültem, és a buszos azt mondta, hogy ő nem visz el, szólt a forgalmistáknak. Ők pedig kihívták a mentőt. A legtöbb esetben a kiszáradás vezet hirtelen rosszul léthez. A sürgősségin ilyen esetekben ásványi sókat tartalmazó infúziót kapnak a betegek, akik jellemzően néhány órás megfigyelés után mehetnek haza. Könnyebben válhat még a meleg áldozatává az, aki alkoholt fogyaszt kikapcsolódás céljával, sokkal kevésbé veszi észre a kiszáradásnak a tüneteit, és hamarabb kerülhet olyan állapotba, hogy orvosi ellátásra lesz szüksége. Az orvosok azt tanácsolják az időseknek, illetve a krónikus betegségben szenvedőknek, hogy lehetőség szerint hűvös helyiségben tartózkodjanak, miközben ne menjenek ki a tűzőnapra. Fogyasszanak a megszokottnál jóval több folyadékot, még akkor is, ha úgy érzik, hogy nincs rá szükségük. A hozzátartozókat pedig arra kérik, hogy gyakrabban látogassák idős hozzátartozóikat, és a rosszul lét legenyhébb jele észlelésekor kérjenek orvosi segítséget.